Az eddig ebédidőben telt házzal működő marcali éttermek is üresek, csak kiszállítással és elvitellel működhetnek december 10-ig biztosan. Ez sokkal nagyobb érvágás az előbbinél, attól annál, hogy nem jöhetnek be vendégek, mert azért egy rendezvény az rendezvény, tehát az nekünk is nagyon sokat számít, hogyha a maga a reklám is sokat számít egy rendezvényt, hogyha az ember jól megcsinál, meg egyébként is anyagilag sem mindegy, hogy egy rendezvényt csinálunk, vagy éppen a közétkeztetésben veszünk részt. Úgyhogy ez egy fájó pont, hogy sajnos ezek megszűntek a rendezvények, és erről láthatólag nem is látjuk, hogy hol kezdődik az, hogy újra egyáltalán valamilyen rendezvényt tudunk csinálni. A Helvécia étterem korábban is szállított házhoz, így nem volt nehéz az átállás. Hát a vendéglátásban foglalkozókkal, meg a vendéglátással foglalkozóval mindenkinek ez gondot okoz. Tehát, hogy nincsenek vendégek, nem jöhetnek a vendégek, csak kiszállítása van. Na most mi abból a helyzetből azért szerencsésen, tehát abból a szempontból szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy nálunk azért a kiszállítás a zömét kitette eddig a tevékenységünknek. Tehát voltak itt is, de hála Isten az itt lévőknek, akik itt ettek eddig, azoknak a 70%-a mondhatom azt, hogy jön éthordóval és elviszi az ebédet. Veszteségre számítanak az étterem tulajdonosok. A kormányzati engedmények segítséget jelenthetnek számukra. A kormány nagyon jó állt hozzá ezekhez a dolgokhoz, és végre meglépte azt, amit én már előtte mondtam, hogy például aki a szociális étkezéssel foglalkozik, és a szociális étkezőknek viszi ki az ebédet, annak miért 27%-os az áfája. Na most a kormány levitte, 14-i hatállyal levitte, akkor lépett érvénybe rendelkezés, 14-ével levitte 5%-ra az áfát. Ez óriási segítség az, hogy a dolgozóknak, hogyha megtartjuk a dolgozókat, úgy szól a törvény, akkor a fele bruttó bérüknek a felét az államája, illetve a járulékok közül bizonyos járulékokat nem kell fizetni. Ez nagyon nagy segítség ebben a helyzetben. Ez mondjuk az 5%-os áfán kívül, ez megvolt a tavasszal is, de én úgy gondolom, hogy most sokkal fontosabb, mert most sokkal nagyobb a baj, mint amilyen a tavasszal volt.